A 2019-es év egyik legnagyobb slágere kétség kívül a Kocintós volt. A Varga Viktor, Heinz Gábor Biga és Dr. Béres kóprodukciójában előadott dal nem csak a tévék és a rádió kedvence volt, hanem 6 hónap alatt több mint 6,5 milliós nézettséget generált a legnagyobb videó megosztón. Az énekes a napokban tért vissza Egyiptomból, ahol a búvárkodás és az aktuális szépség királynőbe történő beleszeretés mellett egy újabb videóklip leforgatására is szakított időt. Következik tehát Varga Viktor és a vadonatúj videóklip. Hétfő van, megint csak egy hétfő van, hova szalad a világ, picit fáradtam, de valami felráz. A szombat esti emléke, én eltettelek emlékbe, mint szívem aranyát, és benne én meg te, ott fejtetőre állt. A Kocintós az most már teljesen beleépült az életembe, meg a műsoromba. Egyébként egy zseniális dal, a mai napig eléggé nehéz megunnom, nem is lehet. Ezzel szoktam egyébként zárni a koncertet, mert hát ennél nagyobb öröm és humor és dansz nincs. Csóró gyerek vagyok délelőtt, de ma este felhúzom neked a szép cipőt. Peskő legyen minden pohárba, és akkor kocincsunk egyet a babámra. Varni tanítottak, mert ami rajtad van, kicsit majd rányít az operatőr, ez például te vartad ezt a felsőt. Bizony, ez egy újrahasznosított felső egyébként, mert ez egy búvárruha volt valaha. Csak én szétvágtam és újra összeállítottam, úgyhogy utcára is lehessen használni. Varni nem tanított senki, egyébként a nagymamám varrónő volt, és nem tudom, valószínűleg innen érkezhetnek ezek meg. Emlékszem, gyerekkoromban akkoriban divat volt egy ilyen divat hullám, hogy az anyukák vartak a gyerekeiknek, meg maguknak ruhát, meg kötöttek. Ez ma már nyilván ilyen nincsen, de akkor ez ilyen tök ilyen idillikus kép volt, és ugye emlékszem ezekre a pasztel színekre, amit anyukám köt. Tök izgalmas. És valahogy ez így visszaütött nálam. Meg egyébként ez egy önkifejezési forma. Az öltözködés az első dolog, amit látunk a másikon, amikor szembesétel velünk. Lehet az intelligens, vagy buta, vagy orvos, vagy akármi. Akkor is azt látod, hogy hogyan néz ki. Az egy kifejezésmód. Na hát én teljesen szeretném magamat a ruházatban is kifejezni, és elmondani azt, hogy egy egyén vagyok, hogy az egyénre kell koncentrálni. Mindenki vegye elő a saját egyéniségét. Én nyilván egy kisarkított változat vagyok, egy sok terápia, de pont erre vagyok jó, hogy egy-két emberbe felébredjenek azok az ösztönök, amiket a társadalom meg a helyzetek szépen elnyomnak. A lelkem hozzászól, nincs szabály, ez a szabály. Mindig is szoktam hangsúlyozni, hogy én csak egy eszköz vagyok, egy kéz vagyok, vagy egy száj, amin keresztül tud folyni az a fajta művészet, vagy az a fajta prána, vagy élet, ami itt minket is körülvesz, csak szerencsére széles a skálám. És ez egyébként biztos köszönhető a szüleimnek is, akik annak idején mindenre megtanítottak, és olyan helyzetekbe raktak be, amiket élveztem. Most legyen az a zene, a képzőművészet, az irodalom, akármi, én vagy sportok, mindenben azt akarták, hogy én mindenből kóstoljak. És megkóstoltam, és mindegyiket csinálom is. Arcán mélyül a ránc sosnál, de csendben kivál. A lelke hozzászól, nincs szabály, ez a szabály. Gyakran már azt sem tudom, hogy tegnap mi volt, sőt, sokszor inkább direkt kiveszem az agyamnak a memória központját, és csak a napra koncentrálok, amiben éppen aznap vagyok. Nem tudom, hogy ezt hogy csinálom, vagy miért történik, de tényleg végtelennek a napjaim. De ez egyébként jó, mert rengeteg inspirációt szerzek. És igen, most Egyiptomban voltam, most onnan is rengeteg inspiráció érkezett. Tényleg nagyon sokféle platformon. Rendesen szétcsavarodott a szívem és minden, úgyhogy ebből szép dalok is, és képzőművészeti alkotások is születtek most. A holdra táncol, mese annyi van, tart még az út.
Az egyiptomi dalból szeretnék mutatni, most úgy tudom, a magyar verzió is elkészült. Igen, most heteken keresztül ültem a gépem előtt, és ez egy nagy életszakaszt átölelő videó és hang és képi anyag, ugyanis ezt a dalt, ezt az egyiptomi dalt, ezt Egyiptom hozta ki belőlem, viszont ez a dal, ezt 13 évvel ezelőtt írtam egy esőbe a családunk házának a kertjébe egy gitárra, aztán az öcsémmel feldolgoztuk, aztán eltűnt évekre, aztán azt hiszem, hogy 6 év múlva a kezdethez képest, akkor készítettem belőle egy komplett számot, aztán megint abba hagytam, de közben még eltelt 2-3 év, amikor is kimentünk Marokkóba forgatni. Csak észrevettem, hogy ugyanúgy nézek ki, az leszámítva, hogy ugye a hajam az más. De hogy semmi nem változott rajtam, hát mondom, akkor felhasználom ezt most. És szerintem jól is tettem, mert végülis teljesen zseniális lett így, hogy egy ilyen történetet ölel magához. De nyilván ehhez kellett egy katalizátor, ami most ez a Top Model verseny volt, ahol énekeltem. És ugye ott összecsavarodott a szívem. És ez kihozta belőlem ezeket az ilyen arab vonásokat, meg keleti érzéseket, afrikai érzéseket. Holra táncol, mese annyi van, tart még az út. Holdig táncol, amíg lépni mer, tart az út. Emlékem régen elmúlt már, félek, hogy nem találhatsz rám. Végtelen kétség felzabál, szívemben ébred a rém. Köszönöm figyelmüket, hiszen már a véget ért a Sláger TV híradó. A műsorral kapcsolatban továbbra is várjuk véleményüket és javaslataikat a slagertv@slagertv.tv e-mail címen, illetve műsorunk péntek reggeltől megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján, illetve Facebook oldalán. Mára ennyi volt, de ne feledjék, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. A viszontlátásra!